Köszöntök mindenkit, én Kertesi Eszter Anna vagyok, önök a fél év első hírláncát látják, melyben elhozzuk önöknek a legfrissebb egyetemi híreket, nézzünk egy kis ízelítőt a mai műsorunkból. Kereszt fél éves diplomosztó az egyetemen, több mint 300 hallgató tett sikeres záróvizsgát. Ismét győzelmet aratott az Eszterházi SC férfi röplabda csapata, két meccsből két győzelem született a hétvégén. Már is hozom a részleteket, maradjanak velünk! Február 9-én tartották az oklevélátadó díszünnepséget az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, ahol a keresztfél éves képzéseken végzettek, vették át a diplomájukat. Az egyetemen több mint 300 hallgató tett sikeres záróvizsgát az elmúlt hetekben. Február 9-én tartották az oklevélátadó díszünnepséget az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Az ünnepét a Líceum dísztermében bonyolították le, ahol az egyetem vezetősége mellett megjelent dr. Habil Tolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora, dr. Rajnerem János, az egyetem doktor és habilitációs tanácsának elnöke, illetve Egerváros jegyzője, dr. Bánhidi Péter is. A végzett hallgatókat dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntötte. Mi a kollégáimmal azon voltunk, hogy az egyetemünkön töltött idő alatt valóban szakértőkké váljanak a maguk tudományterületén, és megszeressék azt, amit hivatásukként választottak. Az ünnepségen dr. Juhász Tibor mondatta el a doktori esküt, a doktori fokozatot szerzett hallgatókkal, majd a város kulcsának visszaadása után dr. Bánhidi Péter jegyző is beszédet mondott, amiben arra bíztatta a végzett hallgatókat, hogy gyarapítsák az itt megszerzett tudásukat, és Egervárosa mindig visszavárja majd őket. Az egyetemtől és annak dolgozóitól Beksi Júlia Réka búcsúzott a diplomázott hallgatók nevében. Minket a kiválasztott szakunkra, mindenkitől azt hallottuk, hogy az egyetemi éveink lesznek a legszebbek. Szerintem kijelenthetem, hogy a ZH-s vizsgaidőszakokban legtöbben ezt nem így éltük meg. Viszont ha visszatekintek az elmúlt évekre, amiket az egyetem falai között töltöttem, kijelenthetem, hogy igazuk volt. Eddigi életem során legszebb pillanataim többsége az egyetemhez köthető. Ezen pillanatok között fontos szerepet játszanak a hallgatói önkormányzatban töltött éveim, a keddesti zenés-táncos mulatságok és az utánuk következő szerda reggeli 8-as órák. Idén januárban 308 hallgató tett sikeres záróvizsgát az egyetemen. Közülük 136-an alapdiplomát, 66-an mesterdiplomát, 48-an pedig mesterfokozatot szereztek. Ezen kívül 24-en felsőoktatási, 41-en pedig szakképzési oklevelet vehettek át. A diplomát szerzett hallgatók mellett doktori és habilitációs okleveleket is kiosztottak az eseményen. Önkéntes fiatalokra várták a segíteni vágyókat az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem líceumában. A véradáson résztvevők az egészségügyi állapotukról is átfogó képet kaphattak. Véradást tartottak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában a Magyar Vörös Kereszt Heves megyei szervezete által február 13-án. A líceumban tartott véradásra több korosztályból is érkeztek önkéntesek. Szoktam igazándiból folyamatosan járni, ugye ennek több oka is van. Az egyik az talán, hogy ugye ez egészség megőrzés szempontjából is elég jó, ugye ezt szokták rá mondani, a másik pedig, hogy hát szimplán a segítségadásért, mert hát úgy tudnám mondani, hogy ki tudja, hogy esetleg mikor kellhet nekem is vér például. A Valentin nap alkalmából tartott eseményen a párok különleges ajándékban részesültek, azonban az egyedül érkezők sem távoztak üres kézzel. Igyekszünk valamilyen apropóhoz kötni egy-egy ilyen eseményt, ami természetesen nem kell, hogy ettől függjön, hiszen az, hogy önkéntesen adjuk a vérünket és segítsünk embertársainkon, ez azt gondolom mindenkinek kötelessége, és aki ezt megteheti egészségi és egyéb lehetőségei kapcsán, az biztosan mindenki nagyon szívesen megteszi. Többen a könyvtárból is önkéntes véradók vagyunk, úgyhogy nagyon nagy örömünkre szolgál ilyenkor, hogy otthon adhatunk egy ilyen eseménynek. Azok, akik a mostani véradáson nem tudtak részt venni, de szeretnének segíteni, a Magyar Vörös Kereszt véradási helyszínkereső honlapján tudnak tájékozódni a következő véradások időpontjáról. Az Eszterházi SC férfi röplabda csapata sikeres győzelmet aratott szombaton a Leányka úti csarnokban
a szombathelyi ESE és a BTDS-e Taksony csapata ellen. A meccseken az egriek nehezen kezdtek, de végül mindkét mérkőzés győzelemmel zárult. Az Eszterházi SC férfi röplabda csapata február 10-én szombat délután és este játszotta az MB2-es bajnokság alapszakaszának utolsó két mérkőzéses fordulóját a Leányka úti csarnokban. Az első mérkőzésen az Eszterházi SC csapata játszott a szombathelyi ESE ellen. Bár kezdetben nem tudták felvenni a ritmust, és Butyka, a kezdő center még nem hozta az elvárt teljesítményt, de a taktikai változtatások után az egri csapat összeszedte magát, és végül győzelmet aratott, köszönhetően többek között Mákos és Hornyik kiváló teljesítményének, illetve a csapatjátéknak, mely 3-1-es győzelmet eredményezett. A sorsolásnak köszönhetően az alapszakasz második, Taksony elleni mérkőzését az egri csapat ismét hazai pályán játszhatta. Az Eszterházi SC-nek a BTDS-e Taksony csapata elleni visszavágóban egyértelmű célja volt, mindhárom bajnoki pont megszerzése. A mérkőzés lassan indult, széttördelt játékkal és többnyire a vendégcsapat irányításával. A kezdeti nehézségek után a hazaiak fokozatosan felvették a tempót és magabiztos győzelmet arattak, többek között Hornyik és Kővári kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. A Taksony elleni meccsen Földes és Geml is szép megoldásokat játszottak, és bár a vendégek küzdöttek, végül az Eszterházi SC 3-0-as győzelemmel zárta a meccset. Kedves nézőink, ennyi fért bele a mostani hírláncba. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!